Kevesebb mint két héttel koronavírus fertőzése után újra kampányol Donald Trump. Az újraválasztásáért induló amerikai elnököt több ezer támogatója várta a floridai Sanfordban. Egy hete engedték ki a kórházból, a következő napokban Pennsylvániába, Iowába és Észak-Karolinába is ellátogat. Szerencsére túlestem a betegségen. Azt mondják, hogy fertőzésmentes vagyok. Olyan erősnek érzem magam, le fogok menni a közönség közé és megcsókolok mindenkit, lelkendezett az elnök. Orvosa Sean Conley közleményben tudatta, hogy Donald Trump újabb vírustesztje is negatív lett hétfőn este. A floridai kampányrendezvényt szabad téren tartották. A Trump beszédre érkezőknek ennek ellenére megmérték a hőmérsékletét. Az elnök nem viselt maszkot a gyűlésen. Kampánykörúton van a demokraták elnökjelöltje is Ohioban. Joe Biden Toledóban autógyári munkások előtt mondott beszédet, majd Cincinnati-ba ment. Büszke demokrataként indulok, de amerikai elnökként fogok kormányozni. Nem lesznek kék államok és piros államok. Egy Amerika van, mondta Joe Biden. Az elnökválasztást pontosan három hét múlva tartják az Egyesült Államokban.